Köszönöm szépen a meghívást. Dicsőség Jézus Krisztusnak. Köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy beszélhetek erről az útról, ennek az útnak a tapasztalatairól. Valójában egy úti beszámoló, amely nagyon-nagyon sok tanúságul szolgált, és amióta hazajöttem első szíriai utam után attól kezdve feladatomnak is érzem, hogy az ott szerzett tapasztalatokat, tanulságokat továbbadjam. Abban bízom, hogy a est, az előadás végére önök is jól megértik, hogy miért is van bennem ez az elhatározás, mondhatom így is akár ez az elszántság. A helyzet, ami miatt beszélhetek ezekről a dolgokról, úgy alakult, hogy még Orosz Atanász Püspök atya, társam vetette föl jó pár évvel ezelőtt, majdnem azt mondhatom, hogy a háború kirobbanása táján, vagy utána nem sokkal, hogy milyen jó lenne, hogyha valamelyikünk elmenne Szíriába. Ott nagyon sok görögkatolikus testvérünk él, de más felekezetű keletiek és latinritusúak is, katolikusok és ortodoxok egyaránt. És akkor én nem nagyon láttam ennek értelmét, mit tudunk segíteni azzal, hogyha oda kimegyünk, ugye akkor indult a háború. Viszont aztán úgy alakult, hogy sajnos a helyzet egyre rosszabb lett, és 2017. március táján személyes kapcsolatba kerültünk néhány kint élő görögkategus személlyel, és fölmarult, fölmerült, az a gondolat, hogy mit is tehetnénk, mit segíthetünk. És akkor a Görögadis Egyházunk meghirdetett egy országos gyűjtést, amelynek eredményét aztán már kezdettől fogva így terveztük, hogy személyesen én viszem ki, és átadom a ottaniaknak. Erre kettős okunk volt, az egyik a háborús konjunktúra helyzet, tudnélik oda kiuttatni Szíriába egyszerű, megszokott úton nem lehet pénzt megbízhatóan kijuttatni, hiszen a bankok nem minden esetben vállalják a kockázatos bankátutalást. Megtörtént az, hogy volt egy nagyszabású gyűjtés, és azt még talán 16-ban vagy 15-ben egy banknak átutalták, hogy juttassa el az országba, és hát azt írták vissza, hogy helyst a ottani helyzet politikailag és gazdaságilag stabilizálódik, azonnal továbbítják ezt a pénzt. Tehát azóta ez a bank, egy amerikai bank ott ül rajta az összegen. Tehát nem ennyire egyszerű a pénzt oda kijuttatni. Tehát, hogy személyesen kell kivinni, kéz, kéz a kézbe átadni. A másik pedig, hogy arra mi magunk is gondoltunk, hogy a személyes jelenlét, a, a találkozás, minden bizonyal sokkal többet jelent, mint, mint, egy csomag megérkezése, vagy egy átutalásnak a híre, hogy most kap mi tehát maga az összeg. Na most ez teljes egészében beigazolódott, hogy fontos volt, hogy személyesen vihettem ki ezt az összeget. Ez a mondat akkor fogalmazódott meg az egyik ottani pap barátomnak az ajkán, pontosabban evangéliumi vagy szentírási szövegről van szó, Szent Pál mondja, hogy ti Krisztus teste vagytok, és ha szenved az egyik tag, akkor vele együtt szenved a többi is, vagy az egész test. A látogatásom során fejezte ki Gaim Narbi atya, hogy most érzi, hogy mit is jelent ez. Mert ők ott már nagyon sok éve szenvednek a háború és a nyílt keresztény miatt. És sajnos nem látják a jelét annak, hogy az egész test vagyis a katolikus egyház velük együtt szenvedne, hogy éreznék az ő szenvedésüket, mert sokkal inkább olyan híreket kapnak a nagy katolikus egyházból, Nyugat-Európából főként, hogy hát a háborús helyzet miatt menekülő embereken próbálnak azzal segíteni, hogy befogadják őket ide Európába, holott ez nekik egyáltalán nem segítség majd még erre vissza fogok térni, nekik az a segítség, hogyha ott helyben nyújtunk segítséget, és megakadályozzuk azt a, az elvándorlást, illetve azt az állapotot, amely elvándorlásra készíteti, kényszeríti az embereket. És hogyha elmegy Nyugat-Európából egy, egy pap, egy püspök, kifejezve az, hogy, hogy mi együtt érzünk veletek, akkor a számukra annak a világos jele, hogy tényleg nincsenek egyedül. Hogy, hogy, ami nekik fáj, az másutt is a testvéreknek fáj. És ezért élő valósággá lett számára, és azóta én nekem is jóval nagyobb ö, erővel ö, hat ez a kinyilatkozhatott igazság, hogy igen, mi egy testet alkotunk, és itt mi jól élünk, ö, egy ilyen kényelmes, jól felszerelt kávézóban beszélgetünk erről a helyzetről, aztán hazamegyünk a meleg szobánkba, de ez nem mindenkinek adatik meg és abban bízom, hogy akik itt vannak, jelen vannak, nem csak kuriozitás keresnek, és valami különleges érdekességekkel akarják csiklandoztatni a fülüket, hanem valódi együttérzés, az igazság megismerésének a szándéka vezeti őket. Az előadásom beszámoló megtartásában legalábbis engem ez vezet. Egy kis földrajz és történelmem, Lelkezdjük, hogy el tudjuk helyezni, hogy hol is vagyunk. Tehát ugye a térképet jól ismerjük, ugye a Szentföld, a Holtenger, Genezáratító Jeruzsálem, és az ős keresztények, ez az első századból származó történelmi térkép, amely jelzi, hogy hol vannak egyrészt dias, zsidó diaspórák, másrészt ezek a piros pontok, hol vannak keresztény közösségek. Ez az első századnak a a képe, és már nagyon sok helyen, főleg ugye Szent Pál munkássága révén, de hát a többi apostol munkássága révén is nagyon gyorsan elterjedt a kereszténység, és itt van Szíria, Damaszkusz, egészen közel Jeruzsálemhöz. Erről a területről beszélünk. Ide volt alkalmam nekem is eljutni előbb Libanonba, és utána átmenni Damaszkuszba. Aztán még egy kép egy kicsit későbbről, hogy ugyanez a területen néhány száz évvel később hogyan alakultak ki az első patriarkátusok, ugye az első Jeruzsálemi patriarkátus, aztán az antiókiai és az Alexandriai, később nyilván a Róma központtal a római, abból fejlődött ki a, a nagy római katolikus egyház, és a Konstantinápolyi patriarkátus. Bizánccal, a köz, Bizánc központjával, ami ma Isztambul. Hát az utam ezen keresztül vezetett, ugye erről Isztambulban, majd arról még néhány dolgot mesélek, az hiszem még belefér, és utána utaztam ide először is Libanonba. Az utam során jelentős nehézség támadt, mert amikor márciusban elkezd, meghirdettük a a gyűjtést, akkor a külügyminisztériumhoz fordultam, és ők biztosítottak arról, hogy segítik az utazásomat, hogy el tudjak menni Szíriába, és az ottani falu lakosságának át tudjuk adni a, az adományt. A, ahogy említettem, egy személyes kapcsolat fölvétel révén indult el maga ez a gondolat és ez a, ez a nagy, nagy terv, Áldmejne nevű kis apró falucskáról van szó, 3000 lakosú falu, mely nagyon sokat szenvedett a, a háború miatt, ott vonult el a frontvonal nem egyszer, és a, a templomukat nagyon-nagyon megrongálta a, a, a bombázás, és mi erre gyűjtöttünk, hogy az ő templomuknak a tetejét, illetve az épületét rendbe hozzuk, majd látni fogjuk. Viszont időközben áprilisban, húsvét táján, nem sokkal húsvét után, az a hír terjedt el a világ sajtóban, hogy a szíriai elnök, Assad elnök vegyi fegyvereket vetett be polgári lakosság ellen, és erre, hát ugye fölhördült az egész nemzetközi közvélemény, hogy micsoda szörnyű, kegyetlen dolog ez. Mutatta képeket, hogy, hogy szenvednek gyermekek, családok, emberek, polgári emberek a vegyi támadás miatt, és Trump elnök meghirdette, hogy ez azonnali bosszútért kiállt, és nem sokkal később katonai csapást mért a Homszi katonai repülőtérre, Assad elnöknek a katonai egységére. Ennek az lett az eredménye, hogy újra megerősödtek ugye az ellenséges haderők, a terroristák, gyakorlatilag a dzsihadisták, és föllángolt a háború újra. Emiatt tehát a külügyminisztérium nem vállalta, hogy segít vízumot szerezni, és az, hogy bejussak, bejuthassak Szíriába, le kellett mondanom erről, és úgy indultam el, hogy csak Libanonik jutok el, és Beirutban találkozom a falu képviselőjével, és ott adom át nekik a görög adősok, illetve a, a magyar embereknek a, a gyűjtésének az eredményét. Hát ez elég szomorú volt, de hát el kellett fogadni, és akkor úgy szerveztem az utat, hogy találkozhassam ott Beirutban több egyházi vezetővel, akik csak ott laknak, még akkor nem is tudtam, később tudtam meg, hogy milyen sokan. Ahogy az említettem, az út Isztambulon keresztül vezetett, és ez érdekes tapasztalatokat hozott, ezt is úgy bevezetik, és képpen szeretném megosztani önökkel. Amit itt látunk, ez az Aya Szófia templom, az első nagy bizánci templomnak épült ö, épület. Jusziniánusz császár idejében épült, 546-ban szentelték föl, tehát ö, több mint 1500, 1500 éves épületről van szó. Ez lett a későbbi bizánci templomoknak a, ö, a, a mintája, így is mondják, hogy a bizánci templomnak az anyja, ez a Szent Bölcsességről, Ája Szófiáról elnevezett templom. A budaörsi épülő templomunk is követi bizonyos léptékben, mértékben ezt. Hát reméljük, hogy hamarosan be fog fejeződni ez a, ez a templom is, az itt építendő görögadős templomunk. Na nem pont ilyen lesz azért, az el kell árulnom. Nyilván ezek a mecsetek, minaretek, bocsánat, jóval később épültek a 18. században, ugyanis... Hát ugye az iszlám hódítás eredményeképpen Bizánc eleste után elfoglalták ezeket a egész városi épületeket, és mecsetté alakították át az Aya Szófiát. Több évig, több évszázadon keresztül volt mecset, mint Bizánci templom, keresztény templom. Ma Hála Istennek ez megváltozott, és ma ez egy múzeum, be lehet menni, nem mecsetként működik, viszont vele szemben. Egy 500 méterrel arrébb a híres kék mecsetet látjuk, és láthatjuk a hasonlóságot is, tehát nem csak a, a keresztény templomoknak volt ez a mintája, hanem még a muszlim ö, ö, imahelyeknek is, a mecseteknek is ez volt a mintája. No, de térjünk vissza a, a Ajaszófiába, mert itt egy nagyon érdekes eset történt velem, amelyet szeretnék elmesélni. Néhányan már hallották ezt, de hát talán nem, hiába való megismételni. Itt most belépünk, és ez egy múzeum, a templom, a régi néhai templom teljesen ki van ürítve, mondom évszázadokig mecset volt, de mégis ezt a kő épít, mint ezt a szarkofágot megőrizték. Tehát a muszlimok is, mégpedig ez nem más, mint Irén, Szent Iréné császárnénak a szarkofágia. Szent Iréné császárné pedig nem más, mint a mi Szent László királyunknak a lánya, Szent Piroska, akiről elég méltatlanul a magyar történelem és a, és a, a katolikus gondolkodás megfeledkezett. Tunilik, hát ő is Árpádházi szent, de minthogy Bizáncba ment, 1054 után, ugye nyilvánvalóan Szent Lászlónak a lányaként, hát ő Ortodox egyháznak a szentje. De tudnunk kell arról, hogy ő legalább olyan közkedvelt és szeretett személyiség a Bizánci Ortodox Egyházban, mint mondjuk a Nyugati Egyházban Szent Erzsébet. Azt lehet mondani, hogy ő a Bizánci Ortodox Szent Erzsébet. Császárnő lett, és nagyon sok templomot, kórházat, monostort alapított és épített. Úgyhogy évszázadokon keresztül megmaradt az ő tisztelete, annyira, hogy a mecsetté vált Épületből sem az összes többi keresztény emléket elvitték, de az ő szarkofágját megőrizték. És még egy érdekesebb dolgot fogunk látni. Hát itt imádkoztam a szarkofág mellett Szent Piroskához, csak hogy lássuk, hogy milyen puszítás végeztek. Ez egy teljes egészében mozaikkal kirakott, díszített épület volt, de ma már a mozaikokat teljesen barbár módon elpusztították ilyen kis semleges díszítéssel látták el, és ilyen arab feliratokkal, szent szövegekkel, nézzük meg közelebbről. Ez a, egyedül, ez a trónoló istenszülő maradt meg, Máriát ők is tisztelik, a muszlimok is tisztelik, mint Jézus is tisztelik, mint profétát, és a profétának az édesanyját. És ezen kívül még néhány mozai töredék maradt meg a, a templomban, például ez a Deízis. Ez azért is nagyon érdekes, mert jól látható a, a pusztítás szándékának a, a, nyoma, tehát ez egy csodálatos, lángoló színű arany mozaik, amelyet hát itt pusztítottak, és hát eddig jutottak a pusztításban, aztán valami miatt nem tudjuk a történetét, ott maradt. De van még egy mozaik, és ez pedig nem más, mint a mi Szent Piroska a mozaikja, a férjével Komenius császárral együtt, az Isten szülőnek a két oldalán ezt megőrizzék. Tehát, hogy még a muszlimok is, még a mecsetben is, ez egy 1500 éves eh, mozaik, ami eh, magyar Árpádházi szentünkről. Hát eh, egy kicsit közelebbről is megnézzük, és eh, mi tudtuk, hogy eh, ott fogjuk találni ezt a, ezt a képet, és készültünk is rá, és eh, eh, elhatározott szándékunk volt, hogy ott abban a eh, templomban, múzeumban, Hagyja Szófiában eh, a Imádkozni fogunk. Szent Piroska, árpátházi szent piroska ikonja előtt. Meg is tettük, vittük magunkkal Szent Piroskának a tropárját, kinyomtatta a barátom, és ott elénekeltük ezt, a, ezt az éneket, illetve akartuk, el is kezdtük, de nagy baj következett be. Oda jött az őr, és leállított bennünket, hogy no pray. Aki tud angolul mondja, hogy nem szabad imádkozni, itt nem szabad imádkozni. Megszeppentünk, hát ilyen szöveg nem volt, hogy nem szabad imádkozni. No flash olyan volt, de hogy no pray az nem volt kívül. Hát akkor nem imádkoztunk tovább, de ezzel nem elégedett meg az őr, mert látta, hogy ezt mi rögzíteni akartuk kamerán, és el akarta venni a kamerát, hogy már pedig itt, amikor mi imádkoztunk, az nem szabad. Hát azért abba, abba, az imádságot abbahagytuk, de a kamerát már csak nem akartuk odaadni, és hát akkor töröljük le. Hát nem is akartuk letörölni se. Akkor hívott egy, egy másik, milyen őrt, úgyhogy már ketten voltak ők is, és hát elég arrogánsan léptek föl, hogy vagy a kamerát veszik el, hogyha nem törőjük le. Hát elég nehéz helyzet alakult ki. Ők nem tudtak angolul, meg más nyelven se, illetve tudtak törökül, de mi meg nem tudtunk törökül, hogy eléggé nehéz helyzet alakult ki, és hát telefonáltak a, 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 az őrnek, vagy az őrmesternek, vagy egy magasabb rangú embernek, hogy hát itt van két engedetlen turista, akik nem hajlandók, akik imádkozni akarnak, és nem hajlandók letörölni a felvételt. A barátomra Andrásra hagytam a, a, dolgot, és ahogy én azt mindig elszoktam intézni, én félre vonultam és kicsit imádkoztam, hogy a szűzanya rendezze lesz a helyzetet, nehogy valami baj legyen. Na de ez is ezúttal rossz lépésnek minősült, mert a fickó észrevette, hogy én meg ott imádkozom. Megint jött, hogy nem szabad imádkozni. Jó, mondta, akkor legjobb egyben el van véve tőlünk, mit csináljunk. De hát azért csak megsegített a szüzanya, mert hát az őr ugye próbálta mondani, hogy hát ha csak lehet, töröljük le, mert hát, és mondtuk, hogy milyen jogon nincsen sehol föltüntetve, hogy ilyet, semmi törvénybe ütközőt nem csináltunk, nem vagyunk hajlandók letörölni a, a felvételt, sem a kamerát oda nyilván és akkor már ő is belátta, hogy nekünk van igazunk, és ő győzte meg a, ezt a két harcos őrt, hogy, hogy hát szabadlábon el lehet bennünket engedni, és a kamerát sem kell elvenni. Úgyhogy az imádságtalan mégis hatott, amit nem akartak engedélyezni. Hát azért ez is egy sokat eláruló mozzanat volt az utunkban, hogy nagyon sok békés muszlim embert találtunk, ott Törökországban is, Libanonban is, Szíriában is, de azért hajlamosak erre, hogy hogy a keresztény jeleket ö, ö, hát ne engedélyezék, vagy vagy pusztítsák, rombolják. Nagyon sok képet mutathatnék még, hogy, hogy hogyan rombolták le a keresztény képeket, szimbólumokat, de most itt inkább lépjünk tovább ö, ö, a, a Szíria felé. Ez az a mozzanat Beirutban történt, amikor átadtam az adományt mintegy 10 millió forint értékű, több mint 30 ezer dollárt adtam át dobozban, és egy ikont is, egy pócsi ikont is átadtam. Ő a Naim Garbi atya, akinek átadtam az adományt. És hát a Budapestre fölszálláskor egy nagyszerű hírt kaptam. Tudnélek, említettem, hogy felvettem a kapcsolatot több egyházi vezetővel, hogy ha már nem tudok bemenni Szíriába, akkor a négy napot, erre szánt négy-öt napot ott Beirutban vagy Libanonban töltve találkozhassam velük. És második Ignác Efrém, szír ortodox pártjárka, azt írta vissza, hogy hát ő csak ezen az egy napon tud engem fogadni, az első napon, illetve a megérkezésem után más, második napon, de mert ő neki Damaszkuszba kell mennie, viszont szívesen elhív engem Damaszkuszba. Hát mondtam, hogy nagyon szívesen mennék, de nem kaptam vízumot, nem lé út léphetek be. Ó, azt ő elintézi nekem egy nap alatt, küldjem el az adatokat, a ö, útlevele, útlevél adatait, fénymásra, mindent, és akkor elintézi. És egy nap alatt, 24 óra alatt az indulásunk előtti reggelen tudtam meg, hogy megszerezte a vízumot, úgyhogy mégiscsak sikerült bejutni e, Szíriába. Hát óriási jelentőségű ez, hiszen azt hiszem, hogy ezekről a dolgokról nem is mesélnék most itt, hogyha magam nem léphettem volna, mert a háború sújtotta a területre. Ez az a falu, Aldmeine falu, ahova szintén sikerült eljutnom, ahol láthatjuk, ez egy templom, csak teljesen le van rombolva, nincs teteje, a tornya e, majd összedől, és erre gyűjtöttünk, és azóta sajnos nem építettem be, vagy nem tettem be egy másik képet, azóta szépen fölépült a templom. És legközelebb ki fogom egészíteni ezt a képsort. Nos, <coughs> tehát személyesen mentem el a faluba, ez itt belülről látható. Ugye nagyon érdekes, a görög katolikusok fölfigyelnek rá, hogy szinte egy, egy magyarországi falusi görög katolikus templom lehetne, egy külön kiemelt Mária képpel és a templomot, a plébán parókiát és a családokat látogattam meg ott Áldmejne faluban. Hát ez a család, láthatjuk, itt van Naim Garbi atya, az ő családjáról van szó, ez itt az ő édesapja, ő nem egy beduin, úgy néz ki, mi azt mondanánk, azt mondanánk a ruházatáról, egy, egy a görög hatűs keresztény ember, öt gyermeke van, de az öt gyermek közül itt csak három van jelen. Tudnélik, 14-ben vagy 15-ben, nem tudom pontosan, amikor a faluba először betörtek a dzsihad, illetve az al front, egy másik szervezet, katonai szervezet, két gyermeküket elrabolták. Két testvért felnőttek volt, felnőttekről van szó, az egyikük tanár, a másikuk pedig mérnök. És hát azóta. Több alkalommal a terroristák pénzt követeltek, hogy életjelet kapjanak róluk, és ők már nagyon-nagyon sok pénzt fizettek nekik, de soha nem kaptak életjelet. És ennek már akkor ugye én voltam 17-ben, tehát már 3-4 éve, és aztán azt mondták, hogy egy ponton túl már mondom, sok millió forint értékben szedtek össze pénzt, de semmi életjelet nem kaptak, és hát el tudjuk képzelni azt a drámai helyzetet, amikor azt mondják, hogy ennek semmi értelme, hogy még mindig fizessünk, és nem fizettek többet, ennek ellenére reménykedtek abban, hogy élnek, hát ma ez a remény már, azt kell mondani, hogy teljesen szerte foszlott, hiszen tavaly május, Táján, most már a, a háború úgy tűnik, hogy elcsündesedik, és a hadműveletek tavaly nyár előtt voltak, vagy koranyárban, és azóta nincsen fegyverropogás, ismereteim szerint, Szíriában. És elengedték a rabokat. El, több ezer foglyot szabadon bocsátottak, de nem voltak közöttük a, az ő, az ő, ez a, a családnak a, a gyermekei. Aztán hát nagyon, nagyon sokat jelentett számukra, az emberekkel találkoztam, családokat látogattam meg, és pontosan ezt mondták ők is, hogy hogy van az, hogy egy távoli országból, egy ismeretlen országból egy egy, egy püspök eljön bennünket meglátogatni hoz nekünk adományt, hogy a templomot rendbe hozhassuk. Hát nyilván a gondviselésnek a, a, a kezen műve ez, hiszen ilyen kapcsolatot tudtunk kiépíteni, és nagyon-nagyon hálások voltak ezért a, a látogatásért, és persze az adományért is. Ezen a képen pedig nem más, mint Ignác Efrém szír ortodox pártjárkát láthatjuk, akivel találkoztam, és aki aztán, akinek nagyon hálás vagyok, mert ő segített abban, hogy mégiscsak bejuthattam Szíriába. Azóta ő is járt itt nálunk Magyarországon, viszonosz a látogatás Orbán Viktor meghívására, egy hónappal ezelőtt talán itt volt Budapesten, előadást is tartott a Pázmány Egyetemen, és én kértem a a miniszterelnökséget, hogy hát eljöhessen hozzánk is. Úgyhogy a Rózsák terén is egy vecsernyén ott részt vett, és ö, ö, együtt imádkozott velünk, ott is szót hozzánk néhány, néhány szót, együtt is vacsoráztunk. Valamelyes tudtam viszonozni az ő nagy szeretetét. Neki is adtam aztán egy pócsikont, minden egyházi vezetőnek megajándékoztam egy szép festett kis pócsikonnal és aztán ő vele sikerült bejutni a határon át Szíriába, ahol a közlekedés is nagyon-nagyon nehézkes. Egyébként ezt is jelezték a külügyminisztériumban, hogy nem csak bejutni nagyon nehéz, hanem a közlekedés gyakorlatilag annyira, annyira kiszámíthatatlan, főleg, hogyha nincsen autója az embernek, hogyha bérel ott egy autót, vagy taxival megy, hát egyáltalán nem biztos, hogy oda viszik el, ahová szándékozik, vagy, a, vagy maga a, ö, ö, maga a, az autó, amit bérel, az, az is megbízható. Na most viszont a, a közlekedés azért is nagyon nehéz a, az országban, mert Körülbelül két kilométerenként katonai ellenőrző pontok vannak, ahol mindig megállítják az embert. Tehát még ha autóval megy is, egyébként ezt mesélte Sajgó Szabolcs is, hogy amikor Böjte Csaba testvérrel egy jó fél évvel előttem jártak Szíriában és Irakban, hát nagyon nehéz volt a haladás, mert mindig megállították őket. Viszont én a szír pártjárkával utazhattam, és amikor látták, hogy egyházi emberről van szó, akkor azonnal csak tisztelegtek, vagy ha keresztény volt a katona, akkor áldás kért, és tovább engedtek. Tehát így mégis az utazás is meg volt könnyítve. Na hát itt néhány kép már Damaszkusról, és annak a igazolására, hogy Asszád elnök, Őt hogyan tekintik ott? Mi azt halljuk róla, hogy ő egy véréskezű diktátor, aki még a vegyi fegyverektől sem retten vissza, hogy hogy használja, még hogyha polgári lakosságot is sújt vele. Hát elgondolhatjuk, hogy egy, egy fénykép, itt ugye a, a pártjárkával közös fénykép, és az hiszem van egy másik is, ez pedig a Melkita parókián láttam, Ferenc pápánkkal együtt, teszik ki a képet. Tehát ott Assad elnök a, 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 a népnek, a szíriai országnak a legjobb ként tekintenek rá, és minden bizonyal az is. Nagyon erőskezű vezető, kétségtelenül, de hát egy ilyen, ilyen kaotikus helyzetben lévő országban erre van szükség. És itt most hadd mondjam el, hogy egyrészt ott, amikor beszélgettem a párhiárkával, a damaszkuszi emberekkel, a papokkal, senki nem tudott arról a vegyi támadásról, amelynek a híre ugye bejárt az egész világot. Nem volt vegyi támadás. Ez egy fals hír, volt, mondom, hát a képeken láttuk. Ezek a képek összevágott képek voltak, akár honnan szedték afrikai országokban, más arab országokból. Aki egy kicsit is ért hozzá, az láthatja, hogy mondjuk más ö, ö, zászlók voltak, vagy más épületek voltak. Ez egy gerjesztett hír volt, annak érdekében, vagy arra ürügyű szolgálva, hogy a katonai támadástnak okot szolgáltasson, és fenntartsák a háborús helyzetet. Erre még vissza fogunk térni. Na most, miért? Asszád elnök egy olyan diktátor, akinek a, a, a vezetését, a pozícióját, a nyugati hatalmak nem tudták megtörni. Sem az amerikaiak, sem, sem a NATO, sem semmilyen más. Mert hogy az összes többi arab országban ez sikerült. Az úgynevezett arab tavasz elnevezés az nem más, mint, mint, mint azt lehet mondani, hogy minden főként muszlim vezetési országban, arab országban egy-egy diktátor, egy-egy erőskezi uralkodó, vagy király, vagy, vagy elnök volt uralmon. És annak érdekében, hogy a, a demokráciát eljuttassák ezekbe az országokba, külső katonai és anyagi támogatásokat küldtek ezekbe az arab országokba, hogy lerázzák, vagy, vagy megszüntessék, vagy megöljék az akkori diktátort, és a demokrácia elindulhasson. Na most ezért arab tavasz, mert magukra ébredtek a, a drága arab népek, hogy most már mi is demokráciát akarunk. Na most, drága barátaim, testvéreim, azóta tudjuk, hogy káosz van minden ezekben az országokban. Abszolút káosz van, a demokráciát egyáltalán nem sikerült megvalósítani. Nem tudom, hogy van-e néhány kivétel, de az összes, szinte az összes arab országban, ahol nem a keresztény értékek az alap, az igazmondás, a, a személy tisztelete, a férfi-nő egyenjogúsága, a, a tulajdonjognak a tisztelete, ezek csak a keresztény értékek alapján természetesek számunkra, most enélkül nincs demokrácia, nem is lehet. Tehát teljesen kifordított gondolkodásmód az, hogy a keresztény értékek nélkül próbálják fölépíteni, megvalósítani a demokráciát. Na most visszatérve Szíriára, ez az egyetlen ország, ahol nem sikerült megbuktatni az, ad, a korábbi elnököt, Assad elnök mind a mai napig ennek az országnak a vezetője, és egy más utat választottak ö, a ottani ö, ö, szélsőséges és ö, ö, fundament, fundamentalista gondolkodású ö, vallási csoportokat, katonai csoportokat e, támogattak anyagilag és e, fegyverekkel, és másokkal, meg azt is látni fogjuk, és így gerjesztettek egy ilyen kvázi polgárháborút, e, amelynek az egyik oldalán terroristák vannak. Szörnyű dolgokat művelnek ezek a, ezek a, katonák, tehát nem, nem egyszerű háborúról van szó, amikor terroristák az egyik hadsereg, és persze egymással is, ilyen maffia csoportok egymással is háborúskodnak, és ezeket pénzelik nyugatról, Amerikából és más országokból is, nem akarok megnevezni más országokat, de hát nagyjából ki lehet találni. Szóval ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog, amelyet látnunk kell: hogy teljesen téves, hazug hírek alapján kapunk mi értesüléseket erről a helyzetről, és hát azt gondoljuk, hogy, hogy ez egy, egy, egy diktátor, akinek a, az uralmát meg kellene szüntetni, és hogy mi, jóságos nyugatiak, sok segítséget küldünk oda, hogy megsegítsük őket. Mondják is, hogy igen. Rengeteg humanitárius segélyt küldenek az egyik oldalról, a másik oldalról pedig még több katona, fegyvereket, lőszereket, gyógyszereket küldenek a másik oldalon. Tehát szóval egy, egy teljesen kifordított helyzet, amire nincs is értelmes magyarázat. Sajnos az egyetlen magyarázat, hogy vannak olyan csoportok, érdekeltségek, akik ebből nagyon jelentős anyagi hasznot tudnak húzni. Hát a háborúnak az eredménye, ez most még Damaszkusz, nagyon nagy a szegénység, nincsen pénzük a, a házaknak a rendbetételére, szegény körülmények között élnek. Itt pedig had álljak meg megint egy rövid kis történetre. Nem tudom a, a kis maminak a nevét kiintegetett nekünk az ablakból, amikor Damaszkusz utcáit sétáltunk, és hát én is úgy visszaintegettem, nem értettem, hogy mit mondott, és a kísérőnk mondta, hogy hát fölhívott bennünket egy kávéra. Na de hát persze nem megyünk föl, mondja ő. Hát mondom, miért nem megyünk föl, milyen jó lenne találkozni, bemenni egy családhoz, elbeszélgetni velük. Úgyhogy föl is mentünk, és most ez, ez került be, csak a, a, hogy milyen, ez a tetőről készítettünk egy fényképet. Nagyon-nagyon romos házban élnek, nagy szegénységben, és aztán a néni meg is kínálta maga kis török kávéjával, és itt egy nagyon érdekes történet történt. Megkaptuk a kávét, leültünk, és a két, nem voltak otthon a család többik tagja, csak a két kisunok, a két legényke, akik mikor meghallották, hogy Magyarországról jött valaki, hú, akkor a nagyobb fiúcska mondta, hogy akkor ő most egy nagyon fontos dolgot akar tőlem kérdezni. Hát mondom, micsoda. Mégpedig hozott egy nagy könyvet, egy kottás könyvet, és rábökött az egyik énekre, hogy akkor mutassa meg, hogy ezt hogy kell kiejteni, mert ez egy nagyon jó ének, mondta az ének tanár, de nem tudják énekelni, mert nem tudják, hogy kell kiejteni. Ez nem más, mint Bárdos Lajos, helyigazítsad jól a lábod, magyar négydal földolgozás volt három szólamba. Hát mondom, ez igen. Úgyhogy elintette a kottát, és én el is énekeltem neki, felolvastam, és a testvére pedig a, a telefonnal fölvette, hogy hogy kell kiejteni ezt az éneket, úgyhogy a hangom, a, a magyar népdal ott maradt Damaszkuszban azóta. Ott őrzik a hangfelvétel, és remélem azóta már meg is tanulták, jó lenne meghallgatni a, a kis iskolai kórust. Nos, hát a, a szegénységnek, a nyomornak a, a nyomai Damaszkusz városában, és Damaszkuszban még egy érdekes dolgot szeretnék megemlíteni. Ez itt egy kápolna, de látjuk egy ilyen magas kőfalból épített kápolna. Damaszkusz nevéhöz, ugye az őskeresztények korából, apostolok cselekedeteiből kinek a neve fűződik, melyik Pál apostol, nyilvánvaló pálapostól, aki ugye ment, hogy a, a, a keresztényeket e, rabláncra e, verje, és aztán e, elvigye Jeruzsálembe. Ez azt jelenti, hogy már Szent Pál apostol korában ebben a városban ott voltak a keresztények. Nagy számban, akiket el akart hozni onnan Szent Pál. Ugye aztán, amikor e, leesett a lóról, megvakult, Ananiás e, ment oda, hogy megkeresztelje. Tehát már van keresztény közösség Krisztus után néhány évtizeddel. Na és azóta ezen a területen a keresztény jelenlét folyamatos és állandó. És De egy másik történet is fűződik Szent Pálhoz. Na, és akkor ezt, ezt hűsük ki, amikor már keresztényként ment újra Damaszkuszba, és akkor neki ott már, mint kereszténynek volt összetűzése a zsidókkal, és úgy van, hallom valakit, hogy a kosárban bocsátották le a városfalon kívül, így menekült meg ő maga is leírja ezt az apostolok cselekedeteiben. Olvassuk, és ő maga is leírja a korintusi levélben. Hát ez az a hely, a városfalnak, itt ez a városfal külső része, itt történt ez az eset, ahol kosárba tették Szentpát, és egy kis kápolnát is építettek ennek a helyén. Itt látható is, hogy a kosárban engedik le a népek apostolát. Hát ugye ilyen helyeken járni, aztán a második utam során tavaly augusztusban újra elmentem, és akkor Ananiás házát is megláthattam, illetve azt a szobát, ahol Szentpárt megkeresztelték. És hát ma így néz ki Damaszkusz, vagy azokban a napokban, amikor ott jártam, a háborúnak a nyomai. Első utam során Damaszkusznak még az egy negyede a, a felkelőknek a birtokában volt, tehát egyáltalán nem volt biztonságos a város. Ez a frontvonal egy ilyen hatalmas törmelék kő szemét réteggel választották el azt a negyedet ahol mögötte viszont a, a, a terroristák e, ott vannak. Végig e, itt lehetett men, menni mellette. E, és hát nagyon-nagyon szörnyű látványa a, a háborúnak az élő nyomai e, ebben a városban, és nem csak a városban, hanem ahogy aztán tovább mentünk, az autópályán e, fegyveres e, harckocsikat lehet látni. Így jutottunk el Homs városába. Ez a képet nem mi csináltuk, hanem a honlapról vettük le, vagy illetve a világháróról vettük le, mert ez utazásunk, odautazásunk előtt néhány évvel készült. Ugyanezt a teret látjuk, ami arról a, azzal a fényképezőgéppel, amit már mi csináltunk, ugyanez az épületről van szó. A háború után. Tehát, és aztán hát jár, végig mehetünk a, a városon, szörnyűséges romok mindenfelé. Ö, és amiről még itt ezen keresztül, a képeken keresztül szeretnék szólni a következő. Tehát teljesen lerombolt városról van szó. Itt a püspököt látogattam meg, mert ehhez a püspökhöz tartozik az a falu Admeine, ahová a adományt vittük, és hát nyilván illő volt, hogy előtte a püspökkel is fölvegyem a kapcsolatot. Látni fogunk olyan képeket, de azt hiszem ez is olyan, ahol már próbálnak visszajönni az emberek. Tehát itt 14-ben volt az utoljára ö, dzsihadista, illetve al-Nusra ö, frontnak a katonái, és ö, élni akarnak a városban. Vissza akarnak menni. Ö, a nagyon nyomorúságos körülmények között, de itt is látjuk, hogy így, ilyenek a házak, és ott már ez egy, ez egy lakott rész. Mutatok még újabbat. Ö, itt már, tehát ilyen romos épület, és ez már újra... Belakott rész. Élni és, és, és visszatérni akarnak az emberek. Tehát ez teljesen téves és torz ö, ö, hozzáállás vagy szólam, hogyha azt mondjuk, hogy azzal segítjük, hogyha befogadjuk őket. Hát mi lesz azzal az országgal, eh, ahonnan eljönnek az emberek, elmenekülnek? Ezen a ponton mondom el, hogy a püspöki, püspöki színóduson is Ferenc pápa jelenlétében ez volt az egyik hozzászólásomnak a tartalma. Ugye a fiatalok hivatásáról beszélünk, hogy hogyan tudjuk a fiatalokat a hivatásukban megerősíteni, hozzásegíteni, hogy fölismerik a hivatásukat, és így tovább. Mondom, ez nagyon szép dolog. De milyen hivatásra talál az a fiatal, aki a háború miatt el kell, hogy hagyja az országot, Európába jön, és talán talál magának valamilyen megélhetési formát, de nem találja meg az egyházát, Tudnék itt Szíriában csak gyorsan hasonlóan föl. A Római Katolikus Egyház mellett ott van a Görög Katolikus Egyház, ott van a Szír Ortodox Egyház, a Szír Katolikus Egyház, az Örmény Egyház, a Kopt Egyház, az Antiókiai Ortodox, Görög Ortodox Egyház, talán még sorolhatnám. A Káld, igen, a Káld, a Maronita Egyház, na most hát ott nagy békességben éltek, élnek, a háborúig éltek. Na most ezek az emberek, hogyha eljönnek ide Európába, hogyan élik meg a saját egyházukat? Legjobb esetben befogadja őket egy plébánia, vagy valamelyik püspökség, római katolikus félhetően, és, és nem tudják a saját egyházukat. Ez mind-mind más rítus, más felekezet amelyből teljesen kiesik, hogyha eljön ide Európába. Elveszíti a hazáját, elveszíti a családjával való kötelékét, jó esetben a felesége, a gyerekei eljönnek, de, de a, a, a keleti embereknél a, a, családi kötelék sokkal többet jelent, még többet jelent, mint mi nálunk hogyan találja meg a hivatását egy ilyen ember? A hivatás ugye a gyermekkortól fogva kibontakozása az élet területén, hol tud ő szolgálni másoknak, vagy az Istennek. A színóduson, amikor ezt elmondtam, akkor a szünetben odajött hozzám egy afrikai püspök, és azt mondta, hogy, drága püspök testvérem, ezekért a szavakért, hogy te ezt elmondtad, üdvözülni fogsz. Hát mondom, nagyon jó. Nagyon jó, hogyha ilyen egyszerű a dolog. De csak azt jelzi, hogy, hogy ezeknek súlya van. Ezek, tehát aki nem járt ott, aki nem közvetlenül él, tapasztalja meg, az, az nem, nem tudja fölfogni, nehezen tudja megtalálni, hogy mi az igazi helyes segítési mód. No, azt hiszem van még néhány képem erről. Igen, ott is romok, és akkor mégis ott van egy, egy már belakott épület. Ez meg egy bolt. Ez a bolt már itt be van rendezve, már ott, jön. Ja, Bocsánat, ö, visszamentünk, igen, meg ez egy, ez egy garázs. Tehát még, már, még mindig romosak az épületek, de az emberek élni akarnak. Aztán ö, ez közvetlenül a, a Melkita érsekség ö, épületével átellenben láttam ezt a képet, láttam aztán Csaba testvérnek is, van egy ö, Böjte Csaba testvérnek is, ugyanennél a falnál áll. 12 nyelven van fölírva a béke, és abból a magyar-magyar is ott található. Ö, ő pedig a Homszi Melkita érsek, Jean Abdo Arbach, akinek a püspökségét ugye betörtek a katonák, a terroristák, és ezt az épületet használták katonai támaszpontként, amiből egy nagyon fontos dolog származik. Elmesélte, hogy a templomot Szent helyé nyilvánították, kalifátussá nyilvánították ezt a templomot. Alatta berendezek egy katonai kortermet. Kor itt most már egyébként a, a felújításnak a, a képeit láthatjuk. Így néz ki, a, a, a kiégett lepusztult lerombolt templom, és itt mutatja azt a feliratot, hogy. 2012 és 2014 között mondom katonai támaszpont volt, és e, itt a, egy arab fölirat hirdető, hogy az iszlám állam új kalifátusát itt alapították meg. Ez pedig az Altemplom, ugye itt megyünk föl a, a Székesegyházba, az Altemplomban katonai kórházat létesítettek, és ez az ablak pedig a e, gyógyszerraktárnak az ablaka, itt volt a, e, a, a gyógyszertár. És amikor előzték a, a katonákat ott ebben a raktárban a legújabb amerikai és nyugati gyógyszerekkel felszerelt ö, raktárat találtak. Honnan kerültek ezen? Milyen, milyen módon, milyen ö, lehetőség van, a lehetőség volt erre, hogy a terroristák ilyen jó ö, ellátásban részesüljenek mondjuk ö, egészségi ellátást tekintetében. Ö, ez pedig egy ö, semmit mondó kép önmagában üres az épület, ugye amikor én 16-17-ben látogatást tettem, akkor két éve már visszamentek, de hát újjá kell építeni, új életet kell kezdeni. Viszont ahova mutatok ott a sarokban, ott találtak egy, ott volt egy asztal, és ezen az asztalon volt, voltak papírok, amelyen a katonák névsorai volt rajta, nevek rajta, és mellette egy nagy stózban a katonáknak a útlevelei. Mert a névsorból világosan látható, hogy nem szíriai arab emberek ezek a katonák. A katonák 80%-a Amerikából, Nyugat Európából Toborzó Zsoldos. Fizetett katonák akik ö, oda mennek ö, és a terroristák oldalán ha, ö, harcolnak. Tehát újabb és újabb ö, tényezőkkel szembesül az ember, hogy ez valóban egy kívülről ö, életben tartott ö, katonai ö, háborús helyzet, ö, amely, ö, majd még egy ponton vissza fogok erre térni, ö, szinte azt mondhat, hogy mind a mai napig ö, háború fenntartják, mert nem lehet tudni, nem lehet kitalálni, hogy, hogy egyáltalán mi a szándékuk ezeknek a katonai erőknek. A káosz teremtés mindenképpen, mert az összes arab sikerült káosz teremteniük, és ebben aztán hát a maguk ideológiai, politikai és gazdasági érdekeit tudják érvényesíteni. Még néhány nagyon fájdalmas kép, egy iskola gyermekrajza, ahol... Gépfegyverek nyomát láthatjuk, nem tudjuk, hogy itt embereket végeztek ki, vagy csak a, a gyermekrajzokra lőttek. Aztán hála istennek élő gyermekekkel is volt alkalmam találkozni, még nagyon sok érdekes találkozásom is volt, képeket is tudnék mutatni, de hát ugye nagyon hosszú lenne az előadás. Ez, ez már egy másik iskola, Damaszkusztól nem messze ezt a melkiták tartják fönt, tartották fönt, ez egy nagyon nagy hírnevű. azt lehet mondani, hogy Damaszkusz városának a legjobb iskola, egy francia-arab kétnyelvű iskola, ezer diákot neveltek itt az óvodás kortól kezdve egészen 18 éves korig, és ezt is a háború során a katonák teljesen lerombolták, és itt is katonai támaszpontot létesítettek. Hát erre kérte a, a pártjárka hogy próbáljunk meg támogatást szerezni, mert nagyon várják, ott van 3000 gyermek, akiket újra, most már, ha nincs is háború, hát tanítani kellene, és most jelenleg a városban szana szét a püspökségen, péribániákon, termekben folyik valahogy az oktatás, és mondtam, hogy nyilván erre ilyen kapacitású nekünk görögadósoknak nincsen, de már is továbbítottam a, a kormány vezetői felé, semmilyen Zsoltal volt tárgyalásom erre, erről, hogy milyen módon tudjuk segíteni. Örömmel jelenthetem be, hogy a Melkita pártjárka most februárban tesz látogatást, tehát Orbán Viktor meghívta őt is Magyarországra, és... E, minden reményünk szerint lejön majd Mária Pócsra is, majd a görög és területeket is meglátogatja. Mindjárt mutatom a képét is. Nos, hát e, itt az iskoláról még nézzünk meg néhány képet. Nagyon megrázott a katonai e, fegyverek, lőszerek e, a, az iskolában. Nagyon kontrasztos ez az egész. Ott e, homokzsákok, mert hát e, mondom katonai támpaszpontnak használták, lőréseket vágtak a, a falak közé. A könyvtára teljesen szétdulták, és az egyik, alkalom, az egyik helyen láthatóan az a hittan terem volt, mert olyan rajzok, képek, ikonok hevertek szana szét, amit aztán katonák széttapostak itt. Na ez az a hely, ahol ezeket a képek. Ezt a képet el is hoztam magammal, ott van a, 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 a érsekségen, a hivatalban. Itt a felirat mutatja, egy ilyen alagutat ástak a föld alá, az jellemző a terroristákra, ez a fajta hadművelet, és hát szóval az iskolának és a, és a háborúnak a találkozása ilyen, ilyen szörnyű képeket eredményez. A régi iskolabuszok ma már teljesen hasznavetlenül. Néhány képet hadd mutassak, csak átszaladunk rajta, mert ez is nagy élmény volt. Ő a nyugalmazott ö, ö, pártjárka, ö, harmadik Gregoire Laham, aki még akkor pártjárka volt, mikor 16-ba kimentem, illetve nyugalmazott ö, nyugdíjba ment, és ö, Damaszkuszban az én ö, látogatásom után egy héttel rendezték az új pártjárkai választást. Ö, és hát engem még ő látott vendégül, meghívott, és együtt celebráltunk egy nagyon szép püspöki liturgiát, amin nagyon sok gyermek is minisztrált, és még néhány érdekes kép, ilyen nagy, nagy, igazi nagy bemenetet csinálnak az evangéliumos könyvel is, meg a, az adományokkal is, és még egy érdekes dolog, az evangélium után, evangélium alatt sok gyerek kijön, és utána az evangéliumot megcsókolják az evangélium felolvasása Utána még a csöpp pici gyermek is, és itt pedig megáldoztatják ezt a csöpséget. És nem csak egyet, hanem ott sorba gyerekek is jönnek áldozni. Ezt azért is mutatom, mert ma már egy, néhány éve egyébként Vatikáni kezdeményezésre mi szeretnénk göröghatósok visszatérni a, a kisnedáldoztatásra. Tudnék a keleti egyházban, a kerességgel együtt eredetileg nem csak a bérmálást ünnepeljük, hanem az Eucharisztiát is. A hármas úgynevezett bevezető szentséget együtt adja, szolgáltatja ki a pap, akkor is, hogy a csecsemőről van szó. Ez nekünk olyan szokatlan, meg furcsa, mert megszoktuk, hogy ha már úgy megtanult a hittamból, hogy az Eucharisztia, ugye Krisztus teste is, akkor Nyolc-kilenc évesen részesülhet majd első, áldozás, első áldozóként az eukarisziában. A keleti egyház gyakorlata az, hogy már csecsemőkorban megáldoztatjuk, és attól kezdve ők áldoznak. Hát ezt látjuk ezen a képen is. És mi nálunk is a Görögatűs Egyházban egyébként az eukarisztius kongresszusra készülve törekszünk arra, hogy, hogy a híveket is, a családokat, fölkészítsük arra, hogy kereszteléskor már, akik görög szertartás szerint ugye zsitusban keresztelkednek, az eukarisziát is megkapják. Aztán itt egy közös kép a sereg a, a pátriárkával együtt. És ez pedig már az új pártjárka, John, John pátriárka, amikor én találkoztam vele, 17-ben, akkor ő volt a, a damaszkuszi érsek. És kérte, hogy imádkozzunk, mert nem sokára lesz a pártjárkai választás. Hát mondtam, hogy imádkozom, és egy hét múlva őt választották meg pártjárkának. Írtam is neki, hogy na, hát jó sikert az imádság, hogy éppen ő lett a pártjárka, és aztán ez már egy évvel később, tehát tavaly 18. augusztusában készült ez a kép, neki is átadtam az adományt, tudnék egy évvel később újra szerveztünk az adománygyűjtést, és ugyanakkor az összeget vihettem ki nekik, és adtam át szintén egy Pócsikon kíséretében, illetve ebben a könyvben Magyarországról üzeneteket fogalmaztunk meg, nem tudom, tetszenek emlékezni. Debrecenben volt ez a könyv, és akkor aki akartott, persze főleg de mások is világhálón keresztül üzentek, és hogy a magyar népnek az üzeneteit adtuk át ebben a, ebben a könyvben. Aztán, ugye mondtam, hogy sok egyház van ott jelen, ő például Tizedik János, Antiókiai Ortodox pártjárka, ő is volt találkozásom. Ő is személyesen ismerte Szijátó Pétert, említette is az ő nevét, és kérte, hogy hát tartsuk meg azt a szokást, mert a magyarokat ott kint nagyon jól ismerik. Tehát tudják jól, hogy a magyarok milyen módon segítik, támogatják a háborús helyzetben lévő embereket. Nem, és nem csak a egyházi vezetők, hanem sok esetben még a, 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 a polgárság közül is találkoztunk nem egy olyan emberrel, akik hálásak meghallották, hogy magyarok vagyunk, akkor hát nagy hálálkodva mondták, hogy máshonnan nem kapnak segítséget csak a magyaroktól. Aztán még egy pár hogy Besara Butros, ő is volt egyébként Magyarországon, az ő székhelye Libanonban van, nem, nem Damaszkuszban, neki is adtam egy, ez éppen a fogadó szobája, és egy pócsíkont adtam neki is. Aztán ő pedig a szír katolikus pártiárka, Johannan Ignác, ő vele Rómában ismerkedtem meg, illetve kötöttünk barátságot ez a itteni találkozás után itt a, a paptársaival együtt egy közös képet. És még egy másik egyházi vezetővel is volt találkozásom, nagyon érdekes, nem tudom kimondani az arab nevét, ő a Damaszkuszi fő nagy mufti. A, az, az imám, a legfőbb imám, a legfőbb vallási vezető. Na most azért fontos uh, megemlíteni a vele való találkozást, neki is adtam egy pocsikont, amit meg is köszönt, uh, hiszen, ahogy mondtam, Máriát ők is tisztelik. És uh, mikor uh, egyeztettünk a találkozásról, előző este fölhívott engem, hogy hozzájárulok-e, hogy a helyi tévét is, illetve a városi tévét is meghívhatják, meghívhassák erre a találkozásra. Hát mondom, nyugodtan örülök én is neki. Tehát uh, Fontosnak tartotta, hogy amikor Európából jön egy keresztény vezető, egy püspök, metropolita, akkor az rögzítve legyen. És amikor a kamerák jelenlétében ott találkoztunk, akkor hosszan beszélt arról, hogy mennyire téves kép alakult ki Európában. A muzulmánokról, mert hogy ők is a béke emberei, és vannak fanatizált, fanatizálható emberek, akik sajnos tényleg szörnyű dolgokat művelnek, de ők a megbékélésnek a, 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 a hirdetői. És hogy ez az ő részéről, az ő szájból mennyire hiteles, tudnunk kell, hogy az ő fiát is elrabolták a terroristák, és meg is ölték. És amikor megtalálták a gyilkosokat, akkor ő a fölmentésüket kérte. Azt kérte, hogy ne végezzék ki őket, kérte, hogy amnesziát kaphassanak, ezzel akart üzenni, hogy ő nem a bosszút akarja hirdetni, hanem a megbékélést. Tehát ilyen értelemben egy nagyon-nagyon mély gondolkodású és a béke hirdetőinek hiteles embere, és a, a tévén keresztül igazából azt is el akarta érni, hogy ez a mi találkozásunk, Lehetőséget ad arra, hogy minél több emberhöz eljutass ezt az úgynevezett békeüzenetet. Persze hozzá kell tennem, hogy utána egy, egyébként adott egy, most nem látszik nagyon a képen, egy imafüzért csotkit, jó lett volna, hogyha azt hozom el magammal, ugye majdnem minden görög-katolikus embernek van most már egy csotkia, amivel a Jézus imát imádkozott, egy ehhez hasonlót adott nekem, mert a muszlimok is imádkozzák a maguk imáját, és mondtam, hogy hát köszönöm szépen, én ezen a, csod, a Jézus imád fogom imádkozni, és én is odaadtam neki az éppen nálam lévő csotkit, mert erre nem számítottam, hogy ilyen ajándékot kapok majd tőle. Úgyhogy ez a csotki cserének a, a pillanata. Nos, egy. Arab szakértő azért elmondta, hogy igen, hát nagyon szép, hogy ő a békéről beszél, de azért tudni kell, hogy az iszlám vallás alapvetően mégis hódító vallás, csak hogy nem, nem mindenki katonai hódítással próbálja terjeszteni az iszlám hitet, hanem ő a másik, a, 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 a lágyabb vagy lájtosabb vonalat képviseli, hogy meggyőzése tehát például azt mondja, és a világban azt hirdeti, hogy való, mind, mindjárt a békét hirdetjük mindent, hogy keresztények vagyunk, vagy muszlimok, de hát a, a béke embereik kell, hogy legyünk. Hát ez bizony abban az Európában, ahol a kereszténység már nem jelent igazi erkölcsi támasz és értéket. Valaki azt mondja, hogy a, a muszlim vallás ugyanolyan békés és jót akar, hát az bizony könnyen elhagyja a keresztény vallását, a keresztény hitét, és bizony, Európában nagyon-nagyon sok, úgynevezett, ö, ö, hogy is mondják, ö, na, nem tudom, van erre egy, egy szakkifejezésük, be belépő, betért ember, tehát aki korábban keresztény volt és áttér az iszlám vallásra. Európában nagyon sok ilyen van. Hát nem véletlenül, tehát a, a, a mecseteket építik sorra, e, bizony nem csak a bevándorlóknak, hanem a kereszténységből áttért e, muszlimmá lett e, embereknek is. Na, szóval elég összetett azért ez a helyzet. Aztán nem csak főpapokat, egyházi vezetőket látogattam meg, hanem menekülteket is, keresztény családokat. Tudni kell, hogy például Szíriában a háború miatt nagyon sokan elmenekültek, ugye hajléktalanokká váltak, a munkahelyeket elveszítették, és Libanonba mentek át a szomszédos országba. Csak hogy Libanon a maga 4, 4 millió lakosával 2 millió migráns fogadott be. És azok, az a, azoknak persze jó része, közel 90%-a muszlim. Nem keresztény, hiszen az országnak is sajnos ma már a nagyon nagy hányada muszlim. Tehát nem keresztény. Ők nagyon nagy számban gyarapodnak a háborús helyzet közepette is, ugye nagyon sok gyermekük van viszont a menekült táborokban nincsenek keresztények. Ezekben a menekült táborokban csak muszlim családok vannak, mert a keresztények nem mernek bemenni ezekbe a egyébként, hát ezekben a táborokban a közbiztonságtól hát nem, nem éppen védett hely, helyzet van. Ott a sária törvények uralkodnak, ahol teljes az, az iszlám uralom, ott, ahol nincsen közbiztonság, rendőrség, törvény, hát bizony Ugyanúgy, ahogy nem csak megbékélésre törekvő iszlám emberek vannak, hát ott ők nem tudnának megmaradni, és ezért a keresztények nincsenek ott ezekben a táborokban. Ha meggondoljuk, hogy óriási humanitárius segélyek érkeznek a, vid a környékre, amelyek ezekbe a táborokba mennek. Tehát a nagy nemzetközi segélyek nem jutnak el a keresztényeknek. Tehát amikor a magyarok azt tűzik ki, hogy igenis mi a keresztényeket akarjuk segíteni, akkor ezzel nem diszkriminációt hajtanak végre, hogy mi a muszlimoknak nem segítünk csak a keresztényeknek, hanem hát azoknak próbálják eljutatni, akik viszont nem részesülnek a nagy nemzetközi támogatásban. Hát sokat-sokat lehetne mesélni még erről, hogy hogyan segít a magyar állam. Valójában nem, nem elhatároban csak a keresztényeket segítjük, hiszen amikor kórházakat támog, építenek vagy tartanak fönn, azokban a kórházakban nem csak a keresztényeket fogadják. Például a muszlim nők sokkal inkább mennek keresztény kórházakba, keresztény egészségügyi ellátásba, mert a muszlim nőnek becsülete nincsen a muszlim világban. Tehát például nem ritka, hogy egy muszlim vezetésű orvosi ellátásban, nőgyógyászaton, szülészeten a nők nincsenek biztonságban, ahol muszlim a vezetés. A keresztényeknél viszont igen. És ezért ennek a vidéknek, vagy az országnak a keresztény támogatottsága az egész országot fejleszheti, fejleszhetni. Hát Magyarország teszi is ezt a, a nemzetközi viszonylatban hihetetlenül kimagasló módon. Na és a keresztény egyházak pedig lakásokban, a városokon belül próbálják megsegíteni a menekülteket, ilyen családot látogatta meg néhányat akik hát ilyen egyszobás kis lakásokat kapnak, na, de mégis nem sátrakban, meg nem muszlim veszély közepette. Aztán nyilván az ellátásukról is gondoskodnak, ez egy resztoránnak mondták, de ez egy étterem, ahol minden nap, csak ebben egyébként ez nem, Damasz, nem, Liban, nem Beirutban van, hanem egy másik városban, nem teszem be a neve, de hát mindegy is, bocsánat. Ahol például ezeket a segélyezéseket meglátogattam. Ott munkát is adnak ezeknek az embereknek, ha más nem, például a konyhában, és ott a főzésen keresztül, vagy kiszolgáson keresztül munkát, élelmet, szállást biztosítanak nekik. Az utolsó képsorok Maluláról szólnak. Malulában a második utam során jártam. Ez egy olyan zarándok hely, kicsit olyan, mint Mária Pócs. A háború előtt 7000 volt a lakossága, a háború után ma 1500. Nagyon-nagyon sokan elmenekültek onnan. Két nagyon sokat, tehát gyakran látogatott monostora van, egy ortodox és egy katolikus. Az ortodox monostor női monostor, a másik pedig férfi. És Hát itt, itt is szörnyű pusztítást végeztek, nagyon sok embert kivégeztek, nőket megerőszakoltak, elraboltak gyermekeket, és a, a szerzetes nővéreket is elrabolták. Ez a nővérnek monostora, Szent Tekla monostor, amelyben az ikonokat mind elpusztították, itt most már újjáépítésnek az eredményeit látjuk, és ez a nővér, őt is elrabolták. És hát kérdeztem, hogy hát hogy mint volt ez a dolog. Azt mondja, hogy különösebben őket nem bántották, betörtek ide, szétrombolták teljesen a, a, a monostort, az ikonokat összetörték, az arcokat betört, mert a, a ké, ikonokat ugye nem engedik a képi ábrázolást, és összetörték. Őket felrakták egy teherautóra, elszállították, nem tudják, hogy hová. Néhány napig voltak ott. Azt mondja, őt ne, őket nem bántották, Ö, élelmet adtak nekik, és néhány hónap múlva aztán kiszabadultak, minden bizonyal az állam kifizette az óvadékot, tehát a, a terroristák a pénz miatt rabolhatták el őket, de egy érdekes dolog, sok más ponton is ez a, ez a meg, élményem volt, vagy ezt láttam, hogy az egyházi embereket, az Isten emberét még a muszlim terroristák is tisztelik. Tehát a katonák, például, amit mondtam, hogy ha, ha, ha muszlim, ha katona is, de, de a papokat, tehát nagyon-nagyon tisztelik. Tehát nagyon, nagyon szembetűnő, vagy szembeötlő a, ebben az országban. Hát itt néhány képet mutatok, hogy milyen, hogy rombolják szét a, a képeket, az ikonokat. Ez pedig itt Szent Tekla remete barlangja, nagyon kedves, most ezt nem akarom már elmesélni és hát innen szent olajat hoztunk, és itt látható, hogy csak mezitláb bemenni a szentélybe, az ilyen szent helyekre. Egyébként, amikor Ignác Efrém nálunk a Rózsák terén volt, és a vecsenyén részt vett, és őt áldás kértem, bevezettem a szentélybe, akkor ott nálunk is levette a cipőjét, és mezitláb ment be a szentélybe, és az áldás is mezitláb adta nekünk. Úgyhogy ez nem csak a muszlimoknál van így, hanem ennek a vidéknek a sajátossága, hogy a tisztelet miatt, ugye emlékszünk, Mózes a csipkebokorban, amikor találkozott az Istennel, azt mondta neki, vedd le a sarudat, mert szent ez a hely. Ahol állsz. Hát én néhány kép még a Szentekla monostorról. Ezen egy Mária szó hatalmas, nagy bronz Mária szoborát, azt is ledöntötték, tönkreteszik a képeket. És ez pedig a másik, másik kápolna, másik templom. Ez egy nagyon érdekes, Krisztus előttről származó Szent hely. Talán van egy közelebbi kép is, ez az oltár az a különlegessége, hogy nem egyenes a felszíne, hanem bemélyített, és van a két szélén ilyen kicsorgató kis csatorna, ez még egy Krisztus előtti pogány szentélyének az oltára ahol az állatokat vágták le, és a vérét ott csorgatták, és ezt alakították át aztán később keresztény templommá. Tehát nagyon-nagyon ősi helyeken járunk, és... Ezt is teljesen szétrombolták a, 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 a katonák, a terroristák. Van egy nagyon, tehát a, a bejáratnál egy 2000 éves libanoni cédrus fából összeállított ilyen 20 centi vastag fa volt a bejáratnál, egyébként azt is elvitték, a, a katonák, és hát sejtették, hogy ez érték lehet, az összes ikonnal együtt piacokon értékesítették, és valaki ezt megvásárolta, és visszatette, és ma ennek a e, templomnak a, a, a múzeumába található, e, én is láthattam ezt a 2000 éves libanoni círus, e, e, ajtót, fa ajtót. És e, hát itt volt még egy nagyon érdekes élményünk, és ez már lassan a, a befejezése lesz. Tudnélik, nem említettem, hogy Malulának az is különlegessége, hogy három olyan település van a világon, ahol még beszélik Jézus nyelvét. Az az ó arám nyelvet, amelyen Jézus is beszélt. És az az idegen vezető hölgy, fiatal vagy lány, aki végig vezetett bennünket itt a múzeumon, meg a, a templomon is, ő is ő is beszéli ezt a nyelvet, otthon ezt beszélik. Úgyhogy kérdeztem tőle, hogy elmondaná nekem a mi atyánkot ezen a saját nyelvén. Aztán el is mondta, és van is erről egy fölvételünk, amit majd meg is fogok mutatni, és hallani fogjuk, hogy hogyan, milyen szavakkal mondhatta Jézus, amikor azt mondja, hogy amikor imádkoztok, akkor így, így imádkozzatok. Így tanította az aposokat imádkozni. Nagyon különleges dolog. Na most, hát még azt szeretném, elmondani, a második utamnak az apropója egyébként az volt, hogy jótékonysági hangversenyt szerveztünk egy damaszkuszi gyermektábornak a megsegítésére mégpedig ez egy különleges gyermektábor, aztán utána nem csak egyet, hanem többet is, és más városok is voltak, akik összefogtak, és pénzadományokat küldtek nekünk, és hát, mint hogy kaptuk ezeket az adományokat, hát nyilvánvaló volt, hogy akkor egy újabb adományozási utat kell szervezni, és ezért mentem ki másodjára is Szíriába, holott korábban nem volt ez szándékom. Na most ez a gyermektábor nem csak egy ilyen nyári vakáció, hanem egy nagyon sajátos, speciális, mentál gyógyító tábor. Tudnélik, ha meggondoljuk, hogy 2011 óta, 8 év óta ott háború van. A 8 évnél fiatalabb gyermekek számára a világ háború. Ők ebben üttek bele. Annak minden szörnyűségével együtt, a bombázások, a menekülések, a robbantások, a, há a házuknak a kiégése, a, a gyilkosságok, az erőszak, ők számukra ez a világ. És most gyakorlatilag őket meg kell tanítani a békére. Ők még nem éltek olyan ö, helyzetben, amikor béke van. Számukra ö, természetes a rettegés, a menekülés. A félelem, a jajveszékelés. És ezzel a táborral, ezzel a speciális táborral hát tanítják őket úgy helyre tenni bennük a, a, a helyes emberkapcsolatokat, családi kapcsolatokat és a, és a, egyáltalán a, az életnek a, a normalizálását. Azért mondtam ezt itt a végén, mert ugye mi erre nem is gondolunk. Együttérzünk velük, és ez nagyon is fontos, hogy, hogy együtt érezünk. ahogy a leges legelen is mondtam. De csak sejtéseink vannak arról, hogy ők mit szenvednek. Most befejezésül még egy embernek a képét mutatom, aki, aki Kanadába ment ki a családjával együtt, amikor lerombolták a házát, és elmesélte nekem, hogy Kanadába befogadták, állás kapott ő is, a felesége is, a gyermekeit már beiratták az iskolába, de egyszerűen nem tudtak ott megmaradni. Azt mondja, néhány hónap után, egy fél év után ő azt mondja, hogy hogy vissza kell térnünk Szíriába. Mert egyszerűen nem tudnak Szíriától távol élni, nekik, nekik ott a helyük, ott a szülőföldjük. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a keresztény emberek fontosnak tartják, hogy Szíriában ők maguk legyenek az élő továbbadói annak a keresztény életnek, amely Krisztus óta jelen van ezen a területen. Ez a kereszténységnek a bölcsője, a kialakulásának a színhelye, amelyen most 2000 évig élt a kereszténység, a szörnyű elnyomott muszlim elnyomás alatt is, és most Ebben a háborúban, ebben a kívülről gerjesztett háborúban gyakorlatilag annak a, annak a réme vetült föl, hogy teljesen kipusztul a keresztény, hiszen rengeteg templomot romboltak le, monostorokat ürítettek ki, elűzték a keresztényeket. És ő azt mondja, hogy nekünk, keresztényeknek az a kötelességünk, hogy itt maradjunk, hogy itt éljünk és hogyha kell, szenvedjünk is azért, hogy Krisztus szülőföldjén a, a kereszténység ki ne halljon. Ez egy olyan záró mondatnak szánom az itteni, ottani élményeinek az összefoglalása hogy, hogy ők vállalják azt a szenvedést, hogy inkább ott maradnak, hogy a kereszténység megmaradjon. Nyugat-Európában, amiben azért mi is beletartozunk, a, a szörnyű, véres, háborús keresztényüldözés nélkül is pusztul a kereszténység. És nem tartjuk igazán fontosnak, életünk feláldozása árán is megőrzendőnek, hogy Jaj, a kereszténység ki ne halljon. Tanulnunk kell tőlük, és tanulhatunk tőlük, az ő helytállásukból, az ő vértanúságukból, hogy ők. Majd mutatok még néhány képet, hogy milyen körülmények között vannak, élnek, szenvednek, mit jelent az ő szenvedésük. Ebből majd néhány nagyon-nagyon megrázó képet fogok mutatni. És kitartanak. Ez bennünket is kell, hogy erősítsen, hogy mi nekünk is kitel, ki kell tartani a, abban a, abban a kereszény üldözött közegben, amelyben itt Magyarországon hála Istennek mi kevéssé érzékeljük, de azért oda kell figyelni, nem csak a politikai a Nyugat-Európában, ahol eh, ahol már nem szabad kitenni a keresztet, nem szabad hordani a keresztet, eh, kötelezővé teszik a, a, az agyament ideológiáknak a terjesztését már az óvodától kezdve, eh, tehát ott, ott még nyíltabb üldözés van, de itt mi, mi, mi nekünk pedig a jóléten, a kényelmen keresztül próbálja a gonosz, a, 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 a krisztusi igazságot ugye el kilopni ki az ember szívéből a családoktól elvenni. Ott ők kitartanak, és nekünk együtt kell velük érezni. Ez az együttérzés, amely számukra nagyon-nagyon sokat jelentett, azt a őket erősíti, hogy igenis nincsenek magukra hagyva. És ezért fontos, hogy igenis legyen számunkra feltett szándék és cél, hogy Tudjuk, hogy mi történik ott, hogy ne csak a, a, a félrevezetett médián, vagy a félrevezető médián keresztül értesüljünk ezekről a dolgokról.